Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Alsó boldog falván vagyok, hogy a gyermekkorom meghatározó helyszínén, ahol gyermekkoromtól a nyarakat egészen kamaszkoromig töltöttem. És akkor a hétvégémről szeretnék egy picit mesélni. Tehát hétvégén Pityesz 2-es Gyufa koncertet látogattam meg, nagyon jól szórakoztam, nagyon jól fogtam a hasam a tehát remek volt. És akkor tegnap vasárnap egy szalna sütéssel egybe kötött kis koncert volt. A BBO Club and Beach-en, Székely Keresztúron. Ugye ez, ez egy új ötlet és egy új vállalkozás. A Keresztúri tó partján és hétvégenten nagyon jó bulik, és hétközben is rengeteg program, úgyhogy arra bíztatnám mindenkit, hogy látogassanak ki a helyszínre. És a koncertet, aki tartotta, a, ő pedig úgy hívják, hogy a Simó Kamilla és Veres Lehel. Tehát ők ketten egy nagyszerű, változatos repertoárból merítve nagyszerű koncertet adtak. Akkor egy picit mutatnám a tájat. Tehát eh, csodás az ég alja. ugye ott van a, a régebb téglagyárót. Ott az Unitárius templom és Székel keresztül, és én most pedig abba az irányba, új Széke irányába tartok. Na, hát az élményemről szerettem volna picit mesélni. Tehát örvendeni kell az élet apró dolgainak is. Persze, az ember sok mindent szeretne, sok mindent akarna, de egyelőre tudomásul kell venni, hogy, mi, hogy Apró lépésekből tevédik össze minden, és, és nem olyan egyszerű, mert az embernek a szokásait nehéz levetközni, és ezért tevődik össze apró lépésekből, tehát hozzá kell mindenhez szokni, megtapasztalni dolgokat, és akkor abból lehet tovább lépni. Na, innen a kukoricatábla szélén vagyok, ugye itt ebbe az irányba is, és itt ebbe az irányba is egészen a gátig, rengeteget sétáltunk, gombáztunk, jártuk ott a legelőt, mezőket. Gyermekkoromban úgy, hogy meghatározók voltak azok a pillanatok, nagyszerek voltak az élmények. Hát sajnos a mai fiatalok azt már nem fogják tudni megtapasztalni, de hát nem is kell, hogy megtapasztalják, hiszen most más világ Ennek a világnak is megvannak a szépségei, és kérem, hogy használják ki, ilyenek a lehetőségei mindenki. Ugye, hogyha fiatalokról beszélünk, az idősebbek, az én korosztályom, azok tudják, hogy miről beszélek. Mert picit még a szokásomhoz híven egy picit körbefolytam a kamerát. Tehát nagyon szépen megnőtt a kukorica. És szép csövek is, ahogy nézem, kialakultak rajta. A múltkor, amikor itt voltam, ugye, akkor még erről nem beszélhettünk, de hát nagyjából vége a nyárnak, ugye még van körülbelül egy olyan két hét. És e, itt van az ősz, itt van újra. Tehát e, vége lesz a nagy melegnek. Úgyhogy akik panaszkodtak a nagy melegre, azok most akkor panaszkodhatnak az esőre és a szére. És akik arra is panaszkodnak, akkor panaszkodhatnak a hidegre. És ez egy körforgás, ez egy ilyen játék, az életnevi játék. Úgyhogy hát mindig lehet panaszkodni mindenre, lehet fogni. De hát ez van el kell fogadni a dolgokat olyannak, amilyenek, is élni kell az életet boldogan. Kinek mi a boldogság, hát azt mindenki döntse el saját maga. Na, köszönöm szépen, hogy megtekintették ezt a kis videót, hogyha érdemesnek találják arra, hogy meg a csatornámra, akkor tegyék meg, tehát iratkozzanak fel, kattintsanak a csengőre. Én csodás estét kívánok mindenkinek innen alsó falva határából, és irány tovább új széke, és meglátom majd még, fújtatom el tovább az utamat, és akkor vissza székel keresztül. Tehát csodás estét mindenkinek, viszont látásra, viszont hallásra.